olcsó, zöld és Magyarország energia függőségét csökkentő beruházásról van szó. Így vélekedik a paksi atomerőmű bővítéséről Dajcs Tamás. Az EP képviselő nemrég Harkányban tartott fórumot, ahol kitért erre a beruházásra is. Mint mondja, ha ez a fejlesztés nem történik meg, akkor elgyengülhetnek a rezsicsökkentés alapjai. Ahhoz, hogy ez a helyzet fennmaradjon, azaz a magyar családok az egyik legolcsóbb módon jussanak hozzá az energiához európai viszonylatban, szükség van az atomenergiára. Hozzátette, nincs zöld átállás, hiszen ez 100%-ban zöld energia. Bár fontosak a megújuló erőforrások, de ugyanolyan fontos az atomenergia. Itt nincs karbonlábnyom, emelte ki, majd rátért Magyarország energiafüggőségére. A Magyarországra érkező földgáz 80%-a Oroszországból érkezik. Na ezt a létező, mert azért ez egy függőség, és ezen alapvetően nehéz változtatni, mert nincs sehol megvásárolható földgáz, tehát ez nem szerelem kérdése, hanem például geográfiai adottságuk, meg meglévő földgázkészletnek a kérdése, hogy ezt a függőséget csökkenteni lehessen, ahhoz kell paks. Mert a paksi energiatermelés ki tud váltani földgázimportot. És a földgázimport pedig 80%-ban orosz földgázimport. Dajcs Tamás hangsúlyozta, Paks 2 megvalósul. A magyar érdekeket kell nézni és képviselni, a kormány pedig ezt teszi, fűzte hozzá. A projekt egyébként az ütemterv szerint halad, tudatta néhány napja a Rosszatom közleményében. Az építési területen folyamatban van a felvonulási épületek kivitelezése, köztük a betonüzem, az acélszerkezet szerelő üzem, a raktára kialakítása, a közművek építése, a talaj előkészítés, az engedélyezéshez szükséges dokumentációs munkákat végzik és várják a létesítési engedélyt.